Újabb lövöldözés kezdődött péntek délelőtt az ukrán főváros központjában. A belügyminisztérium közlése szerint a kijevi rendbontások résztvevői nyitottak tüzet a rendőrökre. Eközben Kárpátalján tömegesen veszik le bankkártyáikról a pénzt az emberek, miután elterjedt a hír, hogy az ukrajnai válsághelyzet miatt rövidesen összeomlik a bankrendszer. Péntek délelőtt feltűnően sokan várakoztak Ungváron és a többi kárpátaljai városban a különböző bankok pénzkiadó automatái előtt. Jelentősebb készpénzhiány egyelőre nem tapasztalható, de vannak olyan helyek, ahol elfogytak a bankjegyek. Ungváron jelenleg a megszokottnál jóval gyakrabban láthatók pénzszállító járművek. A városban pénteken is több százan tüntetnek a fennálló hatalom lemondását követelve, de a megmozdulás békésen zajlik. Viktor Janukovics ukrán elnök pénteken bejelentette, hogy előrehozott elnökválasztást kezdeményez. Továbbá beleegyezett az alkotmányreformba és egy nemzeti egységkormány megalakításába. Az Európai Uniós külügyminisztereknek a válság megoldására tett javaslatai Viktor Janukovics kapitulációját jelentik, állapították meg vezető orosz napilapok pénteken. Az ukrán médiában megjelent értesülések szerint az alkotmányreform egészen szeptemberig elhúzódhat, és csak decemberre írnák ki az előrehozott elnökválasztást. Jövő márciusban lenne esedékes különben a nem soron kívüli államfőválasztás. Most az az első számú feladat Ukrajnában, hogy megszűnjön az ország fővárosában a vérontás, és ne követeljen újabb változatokat az elhúzódó szembenállás, hangsúlyozta Gajdos István, az ukrán parlament egyetlen magyar nemzetiségű képviselője. Václav Klaus volt cseh államfő szerint Ukrajnának Oroszországhoz kell tartoznia, az Európai Unió és az Egyesült Államok nem veszik figyelembe a válságot, és felelőtlenül viselkednek, amikor támogatják az ukrán radikálisokat, azt az illúziót keltve, hogy lehetséges Ukrajna nyugati orientációja. Az Európai Unió egyelőre nem kapott hivatalos tájékoztatást arról, hogy valóban megállapodás jött létre Kijevben az ukrán kormányzat és az ellenzék között, mondta Maja Kociáncsik Catherine Ashton, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének szóvívője pénteken Brüsszelben.